Sziasztok! Ma április 6-a van, szomba, és most már este 8:30, én is zuhany után, pizsamába. Gyerekek meséznek, várnak a vacsorájukra, most sül a pizza. Ma nagyon meleg volt, 30 fok, ahhoz képest, hogy még 3-4 napja itt fáztunk, mert ilyen 5-6 fokok voltak erős széllel. Jó nagy váltás. Kaptunk egy kis majorkai citromot, vagy 4 kiló, 5 kiló, úristen! És egy kis majorkin narancsot, úgyhogy el vagyunk C-vitaminval látva. Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Ma április 8-a hétfő van, délelőtt 10 óra, és bejöttem Pálmára kicsit sétálni. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Úgy gondoltam, hogy egy pár szót alábeszélek nektek, mivel a videóban nem igen tudok beszélni, mert nincs mikrofonom, és nagyon behallatszik a szél. Úgyhogy mondanék egy pár szót Palma de Mallorcáról. Ugye ez Mallorcának, a szigetnek a fővárosa, és egyben a Balear-szigeteknek a központja is. Itt él Palma de Mallorcán a sziget lakosságának közel fele. Palmának van egy repülőtere is, a Szent Joan reptér, vagy Szent Joan reptér nagy forgalmat bonyolít le. Nagyon sokan jönnek, főleg nyáron, de hát most is teli van a sziget nyaralókkal. Mallorca a földközi tenger nyugati medencéjében helyezkedik el, a Balear-szigetekhez tartozik, éghajlata mediterrán. A látnivalóiról mondanék egy pár szót. Főbb látnivalói a Székesegyház, a katedrális, ahogy hívjuk, illetve a többség hívja. Akkor a Székesegyház mellett álló királyi palota.
Főnevezetessége még a Belver kastély, ami Majorka, Palma de Majorka fölött helyezkedik el. 14. századból maradt itt. Eredetileg ez egy királyi erőd volt, aztán nyári rezidencia, és a végén királyi börtön volt. Egyébként a Belver szó jelentése katalánul csodálatos kilátást jelent. Tavaly voltam, vagy tavaly előtt a Belver kastélyba, van is fönt egy videóm róla, ha gondoljátok, nézzétek meg. Palma de Majorka városában nagyon sok galéria, művészeti múzeum működik. Érdemes gyalog, illetve kerékpárral mozogni a belvárosban, így a látnivalók gyorsan elérhetők. Nagyon szeretem én is ezeket a galériákat. Így jártamba, keltembe, beszoktam nézni egybe-egybe, és annyi szép, érdekes dolgot látni. Rengeteg szép épülete van Palma de Majorkának. Ez a cukrászda, amit most láttok, ez a város szívében helyezkedik el. Ez egy kézműves cukrászda, gyönyörű szép a kirakata, a boltív, a cégér. Nagyon szeretek erre sétálni. Nagyon szép süteményeket láttok a kirakatba. Ezek kimondottan ilyen spanyol, Baleár-szigeti, katalán sütemények. Belátni a pékrészhez is, látni a kemencéket, látni, hogyan dolgoznak a cukrászok, úgyhogy érdemes nagyon megnézni ezt a cukrászdát. A kedvenc süteményük a spanyoloknak, ott a kirakatban a jobb oldalt felül olyan tekertszerű, az az enszáimádá, nagyon szeretik. Én nem tudom miért, mindig úgy érzem, mintha egy pici túró lenne benne, de állítólag nincs benne túró. Frissen tényleg nagyon finom. Ez a gyönyörű sugárút, ahol itt sétáltam, nagyon-nagyon szeretem ezt. Ez a La Rambla, egy nagyon hosszú sugárút, és mindkét végén még garázs található, gyönyörű épületekkel, virágárusokkal, jó hangulatú, nagyon szép utca, rengeteg fával, látnivalóval, nagyon-nagyon szeretek itt sétálni. Mint látjátok, az út elejétől a végéig egy hosszú fasor díszíti a sugárutat, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik nekem ez a sétáló utca, bár van forgalom is, ugye két oldalt, mennek a buszok is. Nagyon sok virágüzlet helyezkedik el, de nagyon sokan sétálnak itt, a turisták is szeretik, meg az itt lakók is, de mégis egy csendes sugárút. Van egy hangulata neki. Úgyhogy a sugárút első részén elég sok üzlet van, ahova érdemes betérni, bárok, éttermek, be lehet ülni egy kávéra, úgyhogy luxus üzletek is vannak az elején, mondjuk az engem
annyira nem izgat, de mondom, nagyon szeretem az egésznek a hangulatát. Ez, amit most látunk, ez valami művészeti központ és könyvtár. Akárki bemehet az udvarába, leülhet az egyik padra, vagy sétálhat ezeken a kis ösvényeken. Nagyon-nagyon szép ez a kert, ezekkel a szobrokkal, szoborcsoportokkal van egy hangulata neki. Nagyon szeretek ide bemenni, egy kicsit nézelődni, meg szoktam nézni a szobrokat, van, hogy leülök egy kicsit, úgyhogy nagyon kellemes kis pihenőhely. Imádom ezeket a gyönyörű épületeket, a rengeteg zöldet, ezeket a teraszokat a tetőkön, nézzétek meg, aj, nagyon szépek, úgyhogy, hát és gyönyörűek az épületek, ez is. Soha nem tudok úgy elmenni előtte, hogy ne állnék meg, és ne csodálnám meg. Olyan hangulata van az egésznek, hogy... Rengeteg az erkélyes, terasztós épületház, szinte minden háznak a tetején kint lehet tartózkodni, a lakóházak tetőit használhatják a lakók, nagyon sok épületen vannak virágok, ilyen leanderek, mindenféle szép növények, úgyhogy sokan ki is ülnek már, hogy vannak ilyen padok, ilyen kerti pad, vagy kerti bútorszerűk, és élvezik ott fönt a jó levegőt, meg a zöldek látványát. Hú, nekem ez nagyon-nagyon, nagyon bejön. És sokan ott teregetnek, nem kell a lakásba vizes ruhaszagot szagolgatni. Úgyhogy, vagy ha éppen nem akarják elcsúfítani az erkélyüket, vagy nincs nekik, milyen jó, hogy ott fönt lehet teregetni. Az itt látható pékséget pedig azért szeretem, mert ez az egyetlen hely, amit találtam Majorkán, ahol kalácsot lehet kapni, és nagyon hasonlít a mi kalácsunkhoz. Balra fent a polcon volt, nem tudom, hogy látszott-e a felvételem.
Sziasztok! Ma április 9-e van, most már délelőtt 10:30. Bejelentkeztem a partról egy másfél órája körülbelül. Nagy szélvihar van, úgyhogy süt a nap, így látványra szép az idő, de leviszi az ember fejét, úgyhogy sétáltam egy nagyot, egy olyan fél órát a parton, háttal a szélnek, és utána elmentem a Mercadonába, vettem pár dolgot, hogy tudjak valamit főzni, mutatom nektek. Ezeket vettem, mint előbb mutattam, és végig is futok az árakon. Vettem ezt a paradicsom sürítményt, ezt vettem tavaly is itt, meg tavaly előtt meg annak, ez ilyen mentes, nincs benne hozzáadott, ez az 39 dekás, és 90 centbe kerül. Akkor vettem egy ilyen Mirelit vörös hagymakockát, ez 45 dekás, 1,10 €. Vettem 12 elles tojást, 2,20 € a tojás. Akkor vettem ezt a pulykamell szeleteket. A pulykamell szeletnek kilója 8,20 €, ez 62 deka volt, 5,06 €. Vettem ezt a 3 darab banánt, a banánnak kilója 1,45 €, ez 66 deka volt, 96 €. Akkor vettem ezt a paradicsomot, ez Kanári-szigeteki paradicsom, kilója 1,95 €, ez 47 deka, 91 cent. Vettem magamnak ezt a sajtot, ezt nagyon szeretem. Ez is ilyen 0%-os zsírtartalmú, és 1,05 € kerül, négy ilyen kics, picike kis doboz. Úgyhogy az összes az 25 deka, 6 dekás egy doboz. És vettem az avokádót, ezt a 4 darabos csomagot, ez került kereken 3 euróba, és még vettem egy fél kilós sárgarépát, az pedig 85 cent volt. A kilós sokkal olcsóbb lenne, 1,30 €, de így is nehéz volt ez nekem. Nem, egyszerűen nem bírok már úgy cipelni, úgyhogy ez a maximum, amire így gyalog vállalkozom. Thank you.
Úgy látom, hogy ez a főtér. Itt egy kis bolt. Kávézók, ajándékárusok. Egy óra mindjárt. De gyönyörű ez a platánfa. Na, sziasztok! Hazaértem a mai kirándulásomból, ugye Fornaluxba voltam, aztán a busz visszavitt Pordeszójerbe, ott körülnéztem a kikötőnél, és jöttem vissza Pálmára. Hazafele bementem a Mercadonába, vettem pár dolgot, paprikás lisztbe fogok halat sütni. Úgy megkívántam útközben a buszon, a távolsági buszon. Éhes voltam, a kaja járt az eszembe. Na, mutatom ezt a pár dolgot, hogy mit vettem, aztán gyorsan egy kávét csinálok, mert reggel óta nem ittam, úgyhogy ennyi. Egyébként nagyon jó volt a szabadnapom, nagyon jót kirándultam. Hát, gyönyörű helyen voltam, úgyhogy teszek föl egy egész videót róla. Szerintem ez a mostani később fog kiérni, úgyhogy nézzétek meg ezt a Fornaluxos kirándulós videómat, érdemes, mert gyönyörű. Gyönyörű a környék. Na, hát ezeket vettem. Először is vettem egy kaliforniai paprika kockát, fagyasztottat 45 dekásat, 1,30 €. Akkor vettem ezt a panírozott, fagyasztott csibefalatot, ez 100% csibehúsból van, a Noa nagyon szereti. Egyébként finom, én is szívesen eszem időnként. Egy picit belőle, úgyhogy ez pedig került 3,75 €-be. Akkor vettem teljes kiörlésű szeletelt kenyeret, 46 dekás, 16 szeletes, 95 €. Vettem egy fagyasztott vöröshagymát, 45 dekás hagymakocka, 1,10 €. Akkor vettem a halat, ugye, amit paprikás lisztbe meg fogok sütni. Ez 1 kilós, 5 € volt. Vettem egy 85%-os kakaótartalmú étcsokit magamnak. Ez 1,50 € volt. Akkor vettem a mangót, a mangó kilója 3,39 €, ez 51 dekás volt, 1,75 €. Vettem egy uborkát. Az uborka az, azonnal mondom, látom, 1,02 €. Ja, itt van a blokkon, pepino. Jó. Egyébként kilója 2,20 €. A banánt vettem, ezt a 5 darabot, 1,45 € kilója, ez 90 deka volt, 1,31 €. És vettem magamnak ezt a cikória kávémat, 15 dekás, és valami 2 € volt, 2,10 €. És akkor vettem egy, na, mi a neve? Ja, Istenem, padlizsánt. Egy padlizsánt vettem, kilója 1,89 €, ez 31 deka volt, és így 60 € került. Na, ennyi volt a mai vásárlásom, úgyhogy most gyorsan készítek egy kávét, aztán oda teszem a halat. Na, megtisztítottam a halat. Megmostam alaposan, és
picit bedörzsöltem sóval, és akkor utána rájött a paprikás liszt, abba forgattam meg, és a tetejére egy kis olívaolajat csurgattam, úgyhogy megy az előmelegített sütőbe. Ó, ebbe a percbe kivettem, Isten illata van, ú, de jó, kis ropogós. Jó pirosra sült. Mai ebédem egy kis fokhagymás, rikottás, penótos tészta, teljes kiörlésű tésztával. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ma április 12-e péntek van, gyönyörű szép napsütéses idő, végre nem fúj a szél, 24 fok lesz. Most jöttem haza, épp hogy átöltöztem és beindítottam a mosógépet, elvittem Noát, a kisunokámat az óviba, és aztán bementem a Mercadónába, nem mentem sehova, mert van itthon egy kis elintézni való munkám, és muszáj voltam WC-papírt meg papírtörlőt venni, úgyhogy ha már az a kettőért bementem, akkor még vettem, ami nem volt itthon. Illetve láttam szép, nagyon szép marhamájat szeletbe, majd ezt a kis végét leszedem, ahol az inak vannak, levágom végig, és akkor gyönyörű öt szelet. Na, és akkor nézzük, hogy mi mennyibe került. Vettem egy mazsolás vaníliás csigát 80 centért, vettem egy vaníliás kosárkát 40 centért, vettem egy WC papírt, 2,25 €, ebbe 6 tekercs van, ez ilyen jó minőségű, mint otthon az ott, vagy még jobb, vagy nem zott, nem tudom mi, bocsi, már elfelejtettem. Akkor vettem papírtörlőt, ebbe 3 nagy tekercs van, ez 2,10 € volt, de ez 3 rétegű, és 100 lap van benne, úgyhogy ez jó. Jaj, nem 3 rétegű, 1 rétegű, de vastag, és 3 tekert, 100 lapos. 2,10 €. Akkor vettem ezt a zsemlemorzsát. A zsemlemorzsa 1,05 € volt, ez a fél kilós. Akkor vettem ezt a epres, mi ez? Italt. 0%-os zsírtartalommal, ezt mindannyian szeretjük. Ez került 1,70 €-be, akkor vettem egy mangót, a mangó 55 deka volt, kilója 3,39 €, ez 1,85 € volt. Vettem egy padlizsánt, a padlizsánnak kilója 1,89 € volt, ez 70 € volt, ez a 36 dekás. Akkor vettem egy ilyen mini csokis kekszet, 4 csomag van benne, úgyhogy az egész 16 deka. Ez a mini keksz, ez volt valami 1,5 €, nézem. 1,70 €. Akkor vettem egy fültisztító pálcikát, 90 centért, és vettem a marhamájat. A marhamájnak kilója 9,20 €. Ez, mint látjátok, 4,5 € volt, 49 dekás, és vettem egy csomag csirkemájat, 2 szív van benne, egyébként nagyon szép, csak összerázódott a szatyorba, ahogy jöttem, 36 dekás, 1,39 €, 3,85 € kilója egyébként. És amit még vettem, ez a paprika,
nem jut most eszembe a neve, enyhén csípős, és ez 1 euró, pillanat, nézem, egy euró 30 cent volt, úgy látom. Igen. Ennyi. Úgyhogy ezeket vásároltam ma a Mercadónába. Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Ma április 14-e vasárnap van. Most már délután 1:42. Még 11 óra előtt jöttünk el otthonról. Lejöttünk ide a partra a lányommal, meg a kisunokámmal, Noával. Kagylókat kerestünk a homokban. Futkostunk, sétáltunk. Aztán jégkrémeztünk, üdítőztünk, most leültünk itt egy ilyen kis parkba, játszótéren. Noa játszik, mi meg itt ücsörgünk, egyet beszélgetünk addig. Ma nagyon szép idő van, ilyen 24-28 fok, hát a napon 28, nagyon kellemes. Így a fél árnyékban a legjobb, úgyhogy, de annyira jól esett a meleg napocska is a parton, ott is leültünk egy kicsit. Nagyon hűvösek, hidegek voltak itt a... Hát több volt a hűvös hideg az elmúlt két hétben, mint a jó idő. Úgyhogy alig volt egy elmúlt 10-14 napban egy 3-4 nap, ami tényleg ilyen meleg, rövid újjus napozós idő. De most hál' Istennek az van. De aztán kedre megint le fog hűlni ilyen 17-20 fokra, és megint borús esős időt mondanak, na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Most már egy hete, tegnap volt egy hete, hogy elkezdtem fölvenni ezt a vlogot. Hát így minden nap próbálok egy picit, mert nem igazán történik semmi. Ugye szerdán voltam Fornaluxba, gyönyörű mesés hely volt, de arról kitettem nektek egy külön videót. Úgyhogy ez volt a hétnek a fő eseménye. Úgyhogy majd jövő héten is szándékomban áll elmenni valahova. Úgyhogy le is zárom ezt a mostani videót, kiteszem nektek, hát ha érdekel, hogy telnek a mindennapjaim, hát minden napból csak egy icipici, egy-két percet láttok, úgyhogy
Köszönöm szépen, ha megnézitek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem mindannyian jól vagytok, legyenek szép napjaitok, és vigyázzatok nagyon magatokra. Sziasztok!